Kedves jó testvéreim! Mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus a jó pásztor. A tegnapi vasárnapi evangéliumnak a folytatása ez. Jézus a jó pásztor. Ő vezet bennünket, az egész emberiséget vissza az Atyához. Pásztorkodik, és ugyanúgy, mint ahogyan a pásztornak az a feladata, hogy vigyázzon a nyájra, őrizze, vezesse őket, és aztán estére visszavigye őket az akolba, ahol biztonságban vannak, ahol otthon vannak. Ugyanígy Jézus, a mi jó pásztorunk is vezet bennünket az atyai ház felé. Oda, ahol majd örökre jól fogjuk érezni magunkat, ahol örökre biztonságban leszünk. Most egyelőre a biztonságunk az ő maga, Jézus. Ha ő nála vagyunk, ha vele vagyunk, akkor ő megvéd bennünket mindenfajta támadástól, a farkasok támadásaitól, vagyis mindenfajta bűntől, a gonosz élet támadásaitól, és ő valóban biztos kézzel elvezet bennünket az atyai házba. Jézus azonban az ő pásztorságát, pásztori küldetését úgy gyakorolja, hogy ezt továbbadta, átruházta az apostolokra. Pontosabban szólva arról van szó, hogy az apostolok és az apostolok utódai, vagyis a püspökök és a papok. Jézusnak ezt a pásztori hatalmát gyakorolják, ebben a pásztori küldetésében részesülnek. Most is csak egyetlen pásztorunk van, Jézus. És ez az egyetlen pásztor törődik, gondoskodik, pásztorkodik a rábízottakkal, vagyis az egyház tagjaival, a fölszentelt szolgákon keresztül. Mi pálosok is részesültünk az Úr pásztori küldetésében. Különösképpen azok, akik ugye föl vagyunk szentelve pappá, hiszen közösségünk tagjai közül sokan papok, de vannak közöttünk testvérek is, ők is részesülnek az általános papság révén az Úrnak ebben a pásztori küldetésében. Ők is részt vesznek a maguk életével, imáival, áldozataival a világ megváltásának a nagy művében. Mi is lelki pásztori szolgálatunkkal tehát bekapcsolódunk ebbe a pásztori feladatba, pásztori küldetésbe. És hogyha visszatekintünk a rendünk történetére, akkor látjuk ezt akár már onnan, hogy kezdetben Boldog József, aki összegyűjti ezeket a remetéket, ott még a lelki pásztorkodás nem olyan átütően jelenik meg, de például a török időkben már a pálosok kivették a részüket a hódoltság területén, ahonnan kiszorították a törököket, nagy volt a paphiány, és ők részt vettek a lelki pásztori munkában nagyon komolyan. A török idők után az is jellemző volt, hogy a kolostorok már nem annyira elhagyatott helyeken, erdők mélyén épültek, hanem sok esetben a városokban. Ez is mutatja azt, hogy a szerzetesek ekkor már inkább a városokba betelepülve, de inkább lelkipásztori munkát is fölvállaltak, végeztek. Az 1786-os feloszlatás előtt pedig, hát igaz, hogy kénytelenségből, számítva arra, hogy a II. József mindazokat a rendeket meg akarta szüntetni, amelyek nem végeznek hasznos munkát, úgymond, tehát az ő szempontjából hasznos tevékenységet, nem látványos, amit csinálnak, ezeket föl akarta osztatni. Ezért a pálos rend oktatással, iskolákkal is foglalkozott. De hozzáteszem, nyilván ez a helyzetből adódott és egy kényszerűségből, hiszen a pálos rendnek nem ez a hivatása. Amikor 1934-ben, május 12-én, 80 évvel ezelőtt ezen a napon megérkeztek a pálosok újra Magyarországra. Itt azért kiemelem, hogy 16 pálos szerzetest küldött ki Nagy Lajos király Lengyelországba, akik megalapították Csenszlovát, az ottani kolostort is. 16 pálos szerzetes érkezett vissza. Ez a szám is szimbolikus, és jó ezt azért tudni, látni. Lényeg tehát, hogy amikor ők hazaérkeztek, akkor itt van nagyon nagy lelkesedés fogadta a pálosokat. Nagyon nagy örömmel fogadták őket az emberek. És amikor beköltöztek ide a Szikla kolostorba, akkor rengetegen jöttek ide. A
tömeg valósággal megrohanta a sziklatemplomot, rengetegen jöttek misékre, gyónni, mindenki Pálus szerzetest akart látni. Biztos, hogy ebben volt egy szenzáció is, meg a sajtó is azért fölkapta ezt a dolgot, de hát azért azt az emlékiratokban is tudjuk, hogy az atyák nem győzték a sok lelkipásztori munkát, gyóntatást. Bőségesen kivették részüket tehát Jézusnak ebből a pásztori küldetéséből. És igyekeztek jó pásztorként szolgálni azokat, akik jöttek és kérték az ő szolgálatukat, akik szerettek volna rajtuk keresztül Jézussal találkozni. A feloszlatás után, majd pedig az újraindulástól, 25 évvel ezelőtt megint csak azok az atyák, akik elkezdték a szolgálatot, oda tették magukat és fölvállalták a lelkipásztori munkát, és négy kolostorunk mindegyikében szolgálták a híveket rendelkezésükre állva. Igyekeztek és igyekszünk, igyekeznek és igyekszünk azóta is jó pásztorai lenni azoknak, akiket az Úr ránk bízott. Mégis azonban, amikor így gondolkoztam és készültem erre a prédikációra, akkor úgy nem azért mondtam el ezeket, mint hogyha most leginkább ezt akarnám kiemelni. Bár úgy tűnik, hogy elég sokat beszéltem. Hát most Jézus a jó pásztor, ugye ez az evangélium, akkor most megadtam ennek is. De úgy gondolom, hogy az igazi, amit szeretnék kiemelni, azért mégiscsak az, hogy a mi igazi szolgálatunk, szolgálatunknak a magja, a veleje, az mégsem a lelkipásztori munka. Mégsem a lelkipásztorkodás. Hanem micsoda. Mielőtt tovább mennék, itt most szeretném az evangéliumra utalni megint. Azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Életemet adom a juhaimért, mondja még lejjebb Jézus. És valóban, amikor hamarosan ezek után, a szavai után, Jézus valóban az életét adta, meghalt a kereszten. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Jézusnak az ő pásztori küldetése megnyilvánult az ő tanításában, abban, hogy vezette a rábízottakat, tanította őket, és megszentelte őket azzal, hogy az életét adta életük. A pásztori küldetésnek mind a három lényeges vonása. A tanítás, a vezetés és a megszentelés. És a mi rendi közösségünknek ebből is, és talán leginkább ebből a harmadikból ki kell vennie a részét. És a megszenteléshez az is hozzátartozik, hogy ezt másképpen nem tudjuk megtenni, mint úgy, hogy követve Jézust, a jó pásztort, életünket adjuk azokért, akiket Isten ránk bízott. Sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy kik azok, akik ránk vannak bízva. Mert miközben az életünket adjuk, nem tudjuk, hogy ennek a kegyelmi hatása kit és hol ér el. Mit is jelent ez a szolgálatunknak ez a magja, ez a lényege? Azt hiszem leginkább az, hogy Isten jelenlétében éljünk. Isten jelenlétében lenni és élni. Ahogyan az első remedék is. Legfontosabbnak tartották Isten jelenlétében lenni. Ahogy a remete Szent Pál is, aki kivonult a pusztába, egy egész életet leélt úgy, hogy hát semmi tevékenységet, mondhatjuk, hogy nem produkált semmit. Nem maradt fönn utána valami épület, valami nagy építkezés, nem írt könyvet. Egész életét Isten jelenlétében töltötte. És a hagyomány szerint az ő imádságai hatására véget értek a római birodalomban a keresztény üldözések. A remeték, akiket Özséb atya összegyűjt, szintén Isten jelenlétében élő emberek voltak. És rendünknek legfőbb adománya, karizmája az, hogy Isten jelenlétében élünk, éljünk, hogy erre törekedjünk mindig. És miközben Isten jelenlétében élünk, állandóan ott lebegjön a szemünk előtt az a másik vonás is, hogy életünket adni a ránk bízottakért. Ez a két dolog, ami leginkább meghatároz minket, az ima és a kereszt. Isten jelenlétében élni, és vállalni mindazt a keresztet, amit az élet ad, amit ad nekünk, és azon túl is, amire a Szentlélek indít bennünket, hogy vállaljuk. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezzel tudjuk leginkább szolgálni az emberek üdvösségét, magunkét is, és az emberek üdvösségét is.
És a mi pásztorságunk is, pásztorságunkhoz is hozzátartozik, hogy ezt a lelkiséget tudjuk továbbadni másoknak is. Mert nem csak mi nekünk kell ezen az úton járni, hanem talán a legtöbb embernek szüksége van arra, hogy fölfedezze azt, hogy az életünk alapvetően erről kell, hogy szóljon. Hogy Istennel éljük az életünket, hogy lélekben vele legyünk, és hogy vállaljunk mindent, minden keresztet, amit az élet hoz. Mert amikor a keresztjeinket vállaljuk, akkor emögött az van, nem a szenvedés szeretete, hanem az, hogy egyedül Isten elegendő. És hogy kész vagyok mindent elengedni ő érte. Egyedül Isten elég. És amikor így ráfókuszálunk az Istenre, akkor úgy könnyen el tudunk engedni minden egyéb mást. És ha valami jön és jó, akkor van, ha nincs, akkor úgyis jó. Egészen Istenre fókuszálni. Szabadnak lenni mindentől. Ez a kereszt vállalása nélkül nem megy. Aki nem akarja vállalni a keresztet, az rabszolgájává válik sok minden más dolognak, vágyaknak, kívánságoknak. Akár bűnös kívánság, akár nem bűnös kívánság, de rabszolgájává válik. És az Úr arra hív bennünket, hogy fedezzük fel a legnagyobb kincset, a legnagyobb értéket, ami ő maga. Ő arra hív bennünket, hogy gyere és élj az én jelenlétemben. És hogyha ez neked keresztel jár együtt, akkor is élj az én jelenlétemben. Tudj elengedni mindent. Válj szabaddá mindentől. Mi pálosok szeretnénk ebben is pásztorok lenni, és szeretnénk az élet példánkkal ebben is utat mutatni mindenki számára, hogy lehet és kell Isten jelenlétében élni, és vállalni mindazt a keresztet, amelyet az élet hoz, amelyet életünk folyamán megterhelődünk. Persze nem könnyű azért, nem könnyű egyszerre lelki pásztornak lenni, és egyszerre őrizni Özsébb atyánktól kapott lelkiségünket, meg azt a vonását, hogy temetékből alakultunk, szemlélődő életet élünk. A szemlélődés és a tevékenység olyan ez, mint két ló, két lovat egy fenékkel nehéz megülni. Egy kis humorral lehet azt mondani, hogy hát nem véletlen, hogy a magyar nép az lovas nemzet, hát magyar rend az pálus rend, magyar rend, hát akkor nyilvánvalóan, hogy nekünk adatik, hogy két lovat egy fenékkel próbáljunk valahogy megülni. Igen, mi magyarok próbáljuk ezt a két lovat egy fenékkel megülni. Isten megadja hozzá nekünk a kegyelmet és az erőt, mert amire ő meghív bennünket, ahhoz kegyelmet és erőt is ad számunkra. Én azt kívánom testvérek mindannyiunk számára, illetve kérlek benneteket, hogy ti imádkozzatok értünk, hogy a két lovat egy fenékkel jól tudjuk megülni. És remélem, hogy a mi példánk, megélt lelkiségünk benneteket is segíteni fog, hogy ti is megüljétek a magatok életének azt a kettős lovát, ami időnként nagyon nehéz, sűrögni, forogni, gyűzsögni a világban, megélni, munkába járni, és akkor még Istennel is lenni, még az imádságban is belemerülni Isten jelenlétébe. Szolgálni, szeretni másokat, a családtagjainkért élni, és ugyanakkor Istennel is lenni. És ez a kettő nem zárja ki persze egymást, de a gyakorlatban nehéz. Támogassuk és segítsük egymást imádságainkkal, tapasztalatainkkal, példáinkkal, hogy ezt a két lovat ügyesen meg tudjuk élni, és jó magyarok lévén majd így vártassunk be a mennyországba. Amen.